Elég régen voltam orvosi vizsgálaton, úgyhogy egy általános egészségügyi felmérést szeretnék, és a torkom is fáj egy kicsit, úgyhogy azt is megnézhetnék. Tulajdonképpen többféle vizsgálati helyzet van itt a házi orvosi gyakorlatban. Azoknál a pácienseknél, akiket először láttunk, vagy már ismerik őket, de egy teljesen új problémával jönnek be, ott 15-20 perces vizsgálat sem sok, sőt, nagyon sokszor még ennél is lényegesen több időre van szüksége ahhoz, hogy tisztázni tudjuk, hogy hogyan tudunk segíteni a pácienseknek a minket. Tulajdonképpen az 5,3 perc, amiről beszélünk, ez akkor valóban elég lehet, hogy a páciens már egy ismert problémának az újabb kontrollja miatt jön vissza, valamilyen részletkérdést kell eldönteni, például már tudjuk, hogy mi a betegsége, csak nem tudjuk még pontosan, hogyan szedje a gyógyszert, vagy mennyi ideig maradjon betegállományban, akkor elég tud lenni egy ilyen néhány perces találkozás is. Ha csak ilyen lenne, akkor elég lenne minden páciensre az 5 perc, de nem csak ilyen van. A legjobb megoldás az, hogy teljesen új szemlélet szerint végig kell zongorázni azt, hogy az orvosok milyen olyan dolgokat végeznek a munkaidőben, ami nem orvosi munka. Ami most nekem itt van az asztalomon, ez a sok papír, ez bárki meg tudná csinálni, akinek van egy érettségije és okos. Tehát, hogyha lenne lehetőség arra, hogy minden orvos mellett legyen egy olyan titkár, vagy nem tudom, minek nevezem, aki nem az asszisztens, tehát nem a szakápoló, hanem pluszba még egy olyan személy, aki átlátja ezeket a folyamatokat, és tudja menedzselni a menedzselendő dolgokat, legyen az a, most például az előbb a kazán cseréről tárgyaltam az önkormányzatnak az egyik képviselőjével. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy milyen legyen itt a kazán, de nem kéne feltenni, hogy orvosi munkaidő fogjon ezzel. Hogyha nem változik lényegében a rendszer, akkor 10 év múlva a mai értelmevet egészségügyi ellátásod nem lesz Magyarországon. Tisztelt!